Amikor Magyarország és Európa demográfiai válságban szenved, egyszerűen nem értem, hogy hogy teheti meg azt a fiatalság, és nem csak a fiatalság, hanem a fiataloknak a szülei is, hogy a gender ideológiát hirdetik. Azt, hogy nem abból áll az élet, hogy bulizzunk. Az is kell, de egyszerűen szükség lenne arra, hogy a nemzeti érzelem ott legyen újból az emberekben. Egy fiatal nem tekinthet úgy hazájára, hogy nem szereti a hazáját, mert éppen olyan a kormány. A haza az örök. Én úgy gondolom, hogy ha Magyarország valóban egy jobboldali, nemzeti értékrendet képviselő irányba szeretne elindulni, a mostani önkormányzati választáson szavazzanak nemzeti szívvel. Gondolják át egy kicsit, hogy melyik az a közösség, melyik az a politikai párt, akik valóban a nemzeti értékeket képviselték, mióta megalakultak, vagy amióta tevékenykednek a magyar közéletben. A saját identitásunk és kultúránk megvédése az egy olyan fontos dolog, amit akár egy tollvonás, egy szavazat is eldönthet. Ne essünk a balliberális nyugatnak abba a hibájába, hogy hiszünk a demokrata hozzáállásnak, a demokrata politikusoknak, és egy olyan veszedelmes és egy olyan szinte romboló politikai irányt képviselünk, ami a hagyományainkat, a nemzeti kultúránkat úgy, ahogy van, széttiporja. Gondoljuk meg azt, hogy kire szavazunk, hiszen ez eldöntheti gyermekeink sorsát.